Köszöntjük a kedves nézőket ezen a késő őszi télelei borongós bányatavi Peca napon, ahol a Miki barátommal a tudásunkat, illetve technológiainkat fogjuk összemérni. Igazából ez azt fogja pontosabban takarni, hogy én egy kereső jellegű metódos finom pecával fogok próbálkozni, míg Miki pedig egy klasszikus husszaelőkés, féderes, illetve még egy pluszban egy rakós technológiát is be fog itt a mai napon vetni a nagyfogás érdekében. Ne is húzzuk az időt, dobjunk fel egy élmét és válasszuk ki a helyet. Ha fej, vagy írás? Ha fej, akkor én választok helyet. Jó. Írás, te választasz írás. Helyet. Én választok. Kicsit majd néztük a helyeket, de akkor én szerintem ezt a baloldali fa melletti helyet fogom magamnak kiválasztani. Sok szerencsét neked kívánok hozzá, remélem fölkészültél. Fölkészültem, görbüljön. Egyébként nem akarok itt beleszólni, de neked erre lehet volna egy szükséged ezen a vizen, ahogy nézem. Majd én szálkolok, te meg nézed. Jó lesz az út. Okay. Megpróbálom Danit legyőzni ma finom szerelékkel. 11 méterben fogok rakózni. A vízmélység nem indokolja azt, hogy beljebb menjek, mert pont ugyanolyan mély 11 méteren is, mint 13 méteren. Picit keveset fogok etetni, nem fogom túlzásba vinni. Azt gondolom, hogy ma ilyen lehűlő vízben már nem vesz túl sok táplálékot magához a hal. Inkább a minőségre megyek rá sem, mint a mennyiségre. Többféle pelletet fogok használni elsősorban. Ezen a tavon úgy gondolom, hogy gyakran használnak halas és halibutos pelleteket, ezért én is azzal készültem. Kicsit rendhagyó a rakó, mert nem kifejezetten pelletes pecára van kitalálva, de én megpróbálom ma ráerőltetni ezt. De azért van nálam természetesen kukorica is, illetve csonti is. A hagyományos vonalon is fogok próbálkozni. Raktam ki egy klasszikus féder szerelékes botot is, amivel ha véletlen nincs kint ebbe a parközeli sávban hal, akkor majd megpróbálva beljebb fogni, aztán majd meglátjuk. Elsősorban pontyra és kárászra fogunk ma horgászni. Ebben a vízben ez a hal dominál túlnyomó részben. Ennek megfelelően gumiztam, illetve ennek megfelelően szereltem fel a topseteket, és azt gondolom, hogy több kárász fogunk majd, mint pontyot, de azért megpróbálom mindent annak érdekében elkövetni, hogy minél több pontyot tudjunk szágba terelni. Ahogyan azt már említettem a bevezető során is, a mai napon egy klasszikus kereső metodozással készültem, minimális felszereléssel. Igazából ez mindösszesen annyit jelent, hogy kettő botot hoztam ki a mai napra, két 360-as univerzál fédert. Ebből az egyiket már kiakasztottam fél táv környékére, nagyjából ilyen 30 méterre. Most nem távolságmérőztem, hiszen egy bottal csak egy távol fogok horgászni. És most pedig jön a másik peca, ez pedig a túlpart elé
fogom kiakasztani, ott van pont velem szemben egy jó kis nádas, azt fogom megcélozni, oda bedobok egyet, és nagyjából leakasztom ki ezt a pecát. Egész jól sikerült is közel dobni hozzá. Kicsit visszábbeszem a zsinolt, hogy hiszen a megtöltött kosárral mindig úgy kell számolni, hogy egy pár méterre tovább fog repülni a szerelékünk, mint alapból. Töltetlenül be is akasztottam, és ez a két távom lesz. Igazából mikropellettel fogok ma horgászni ezeken a klasszikus bányatavakon, illetve ezeken az úgynevezett commerce tavakon, ezek általában mindig jól működnek, ennél keresve se találhatnánk jobbat. És kezdődjön is a peca. Egy apró, de annál fontosabb részletet még nem említettünk meg eddig egyikünk sem, ez pedig az, hogy a halakat, amiket ma zsákmányolunk, nem fogjuk haltartóba helyezni és így lemérlegelni, hanem mindösszesen két halszámláló segítségével külön fogjuk a ponty, illetve a kárász darabszámot magunk mellett felvinni, és ezeket fogjuk a végén összesíteni, és így fog győzni az ügyesebb. Megvan az első hal, egy jó 30-40 dekás kárász, úgyhogy Dani, ügyes legyél. Hát nem akarok én sem sokkal lemaradni, mikétől gyorsan fogott egy halat, így gondoltam, én is akasztok egyet, gondoltam. És nekem is horgon van az első hal, szerintem ez is kárász lesz egyébként. De mindjárt meglátjuk. Kárász, csak egy kicsit nagyobb, mint az övé, szerencsére, bár azt most ugye nem számít, csak a darabszám. Egyelőre élőcsalival csalizok, amíg el nem lep jobban a kárász. Ha nagyon ellepnék az etetést, akkor majd váltok másmilyenre, kukoricára vagy akár pelletre, de még egyelőre úgy gondolom, hogy jó lesz ez a csali. Jó halat sikerült akasztanom, nem kizárt, hogy pont lesz, úgyhogy óvatosan fárazgatom. Viszonylag finom a fölszerelés, kicsi a horog, vékony az előke, vékony a gumi is. Szeretném megfogni, mert a végelszámolásban ez nagyon fontos lehet, úgyhogy majdnem biztos, hogy ez pont. Meglátjuk. Hát sajnos úgy látom, hogy Miki az most valami jobb halat akasztott, de remélem még itt a part közelbe bele talál kormányozni valami akadóba, aztán elmegy neki. De viccet félretéve tényleg ponynak tűnik, viszont ami jó jel, mert ezek szerint ők is aktívak a mai napon, remélem. Én is csípek azért majd belőlük párat. Daninak már forog a szeme, úgyhogy ez derűre ad okot nekem, de még messze nincs vége a csatának, úgyhogy küzdök ezzel a pontyal. Már láttam a testét, úgyhogy egész jó pont szerintem ilyen másfél, vagy inkább nagyobb. A stratégia is úgy tűnik, hogy működik. Folyamatosan lövöm a pelletet, a
az etetésre. Nem sokat, 5-6 szemeket. Most újra visszament a mélybe. Majd még küzdök vele, aztán meglátjuk, hogy Dani tud-e fogni, vagy sem. Hát, hogy nézem, Miki nagyon próbálja ide a spitzemre látikerni ezt a halat, remélem sikerül neki, mert nekem van még egy pecám, viszont neki lehet, hogy ez az egyetlen pontja van, szóval még hát, ha valami baleset történik itt véletlenül. Gyere, ne zavard Danit, hadd horgászon nyugodtan. Nem rossz ponty, bőven 2 kiló fölött van, úgyhogy nem véletlenül tartott idáig a csata. Gyere, megpróbálom kiszedni belőle azt a pici horgot. Dani, nem nézed meg, hogy mit fogtam? Nézd csak! Meg itt az első ponty, úgyhogy itt az ide etetni. Magasról szórom be, nem is feltétlenül pont egy pontba. Elképzelhető, hogy számít az, hogy a vízbe érkező szemeknek a hangjára reagál a hal, úgyhogy tolom vissza, és jöjjön az újabb ponty. Hát igen, sajnos Mikinek ez a pontja az meglett, hiába próbáltam itt leimádkozni a horogról, sikeresen megszápolt, a szép ponty volt egyébként, és úgy néz ki, ez a rakós, kis pögyögtetős, pelletpögyögtetős, persze egyelőre jobban működik, mint nálam a metód, de messze még a vége, szóval ez még bőven változhat addig. Jó, látom, az enyém az egy kicsivel nagyobb, mint a tiéd. Sajnos nem számít, hogy mekkora a darab, úgyhogy ez most nem számít, hogy kié mekkora, mert nem mérjük le. Kárászok ezen a távolabbi távomon, viszont csak ezeket tudom fogni egyelőre, pontja továbbra sincsen. Szóval szerintem, ha ezt a halat megfogom, akkor meg is fogom nektek mutatni, hogy miben fogok egy apró változtatást megejteni, annak érdekében, hogy hát, ha sikerül a pontyokat is aktivizálni. De még fogjuk meg ezt a kárászt addig. Újabb kárász. Ők egyébként nagyon aktívan jönnek a bedobástól számítva, most már ilyen 20-30 másodpercenként kapásom van. Mennyi halad van, Dani? Kérlek szépen, 9 darabnál járok. Ajaj. Nekem még csak 7 van, ebből ugye 1.6 kárász. Úgyhogy darabszám tekintetében nem állok túl jól. Majd egy picit én is megpróbálok változtatni annak érdekében, hogy a kárászok száma elkezdjen gyarapodni, és a Danit utolérjem. Szerintem is gyorsan sunyiba az előkétel is fordulok, hogy Miki meg ne lássa. Felkerül a szilikonkarikás megoldás. Most egyébként nálam ez Fonoginorum van felkínálva, ezzel használom.
látod a rőgét. Azt mondom, egyébként nagyon praktikus, ezt is megmutatom. Ilyen forgót használni előkerőgzítésre, én nagyon szeretem, főleg monofés zsinórnál, de egyébként fonottnál is jól működik, egyszerűen csak beakasztjuk az előkét, ami szabadon tud csúszni itt a forgóban, nagyon természetessé téve ezáltal a csali felkínálást. Metód tojással fogok csalizni. Most a mangóssal. Ezt fogom először, fontos, hogy kicsit lapítsuk meg oválisabb formára, így fog jobban illeszkedni magába a karikába. Itt van hozzá a spéci szerszám, erre fogjuk felhelyezni először magát a szilikonkarikát. Utána ezt szépen kitágítjuk az eszközünk segítségével, és megy bele a meglapított metódtojás. Utána pedig a gumit rászorítva magára a négy darab szárra, az alját pedig megnyomva rögzítjük a csalinkat, és mehet is be a helyére, reméljük a pontyok közé. A Dani, ameddig itt kísérletezget különféle technológiákkal, addig sikerült újra úgy gondolom pontot akasztani. Lehet, hogy ez nem lesz akkora, mint az előző, viszont annyi a különbség, hogy horogban is és előkében is lejjebb finomítottam. Úgyhogy most nagyon fokozott óvatossággal fogok fárasztani, az előbb se jött ki könnyen. Erre is fogok vigyázni, mert a ponty az nagyon értékes, úgy látszik ma. Már nagyon ritkán akad horogra. De képzett horgász meg tudja fogni. És hát jól gondoltam, ponty lesz, ponty ez bizony megint. Nincs akkora, mint az előző, de benne a merítőbe. Majd kicsit magasabbra emelem, hogy Dani is lássa. Úgyhogy boldogság van, megvan a következő hal, és ez ismét ponty. Egy szép, pikkelyes, kirólati ponty. Úgyhogy a számlálót itt meg is fogom, és a másodikat beütöm rajta. Így átnézek Danira, remélem keserű a szőlő, engedem vissza. Hogyha nagyon el vagy már keseredve, akkor majd így megrázom a botot, így bejelölöm neked a csóvadobbi állatot a tetésemre, és akkor hátra te is tudsz majd pontyot fogni. Köszönöm egyébként a lehetőséget, de inkább maradnék hű a saját távjaimhoz, viszont lehet akkor majd sunyiba, ha nem figyelsz, akkor bedobom a másik pecát is, aztán egyszer csak késpisztet tudsz a bottartomon, nem csak egy. Látom, Miki közben visszatorta a gubancos szereléket, sikerült neki kigobozni. Viszont nekem közben megint elhúzta itt az újabb jelentkező. Ez is egy szebb kárász lesz, úgy látom. Meg is van. Ők egyébként nagyon aktívak. Gyakorlatilag most már bedobástól számítva ilyen 20-30 másodperc múlva kapáson van. Kárászoknak köszönhetően. És egy szép kis darab. Darinak egész jól jönnek most a kárászok, szinte minden dobásra fog. Nekem viszont megállt, de lehet, hogy azért, mert több ponykapásom van. Most kettőt is elszalasztottam, úgyhogy épp most akasztottam még egyet, de ez csak kárás sajnos. Úgyhogy megpróbálok mindent annak érdemben elkövetni, hogy pontyokkal utolérjem. Hát, ez is elköszönt, úgyhogy nem ütöm be, csak akkor, ha Dani nem látja.
Hát pontyot ugyan még azóta se fogtam, hiába került fel ez a szilikonkarikás technológia, viszont most itt egy gyönyörű szép aranyszínű kárász. Kétféle módon használom a csontit, van élő, illetve van vízbe áztatott is. A vízbe áztatott azért jobb, mert jobb belecsalizni, jobban áll a horgon, nem fogja kitakarni a horgonnak a hegyét, illetve könnyebb is egy kicsit talán, mint az élő csonti. Viszont az élő csontit nekem a rakósra sokkal könnyebb belőni csúzdival, a vízeset nem tudnám belőni csúzdival, ezért van kétféle. És ha jól látom, ennek bajsza van, mondjuk pont ugyanakkor, mint a kárász, de az volt a célom, hogy pontyot fogjak. Ez sikerült is, ott van neki a kis vajusza. Ett a szilikonkarikán felkínált tojást. Ez egyébként nagyon kárászoknak is sokkal jobban tetszik, mint a csalitüskés verzió. Itt is van. Itt vagyunk ennek a mai 4 órás etapnak a végén, és pont egymásnak a számlalóját lessük itt érdeklődve. Mondom, az enyém az először 32 és 1, a 32 az a kárász, és az 1 pedig a pontig, az is kárász méretű volt, de egy pontot azért nekem is sikerült a végére zsákmányolni. Jó hideg van egyébként, szóval szerintem meg is tudtunk itt gyorsan egyezni, hogy fejezzük be ezt a mai napot, és értékeljük az eredményeket. Hát így november végén úgy gondolom, hogy egész szép zsákmánnyal tudunk itt szolgálni. Nekem 20 darab halam lett összesen, ebből 2 volt ponty, de azt beszéltük Danival, hogy a két pontyom az körülbelül annyit ér, mint az ő plusz 10 kárásza, úgyhogy nagyjából legál lesz ennek a vége, de mivel abba egyeztünk meg, hogy darabszám dönt, így mégiscsak ő nyert, úgyhogy gratulálok, Dani. Lesz még visszavágó, szerintem. De ezt nem hagyom annyiban. Még folytatjuk. Hát ahogy Miki is mondta, itt a végére értünk ennek a mai 4 órás összecsapásnak, ennek az etapnak, kiértékeltük az eredményeket, és viszont abban megegyeztünk, hogy ezt még mindenképp folytatni fogjuk, máshol, másmilyen halakra, vagy ki tudja, mit tud az élet, de még folytatjuk. Kellemesen elfáradtunk, Dani szeretné kifogni nem csak a tó legkisebb halát, valami nagyobbat, úgyhogy legközelebb majd jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!